Jó estét kívánok mindenkinek, jó egészséget, köszönöm, hogy eljöttek. Meg kell mondanom, remélem nem fog nagy csalódást okozni, mert a ritka betegségekkel kezdem, de mind a címből is látszik, az én közvetlen szakterületem, a fejlődési rendellenességek is a ritka betegségek közé tartoznak, és jó, ha azért az ember arról beszél, amihez ért. De hogy értsék, hogy miért olyan nagyon fontos ez. Biztos hallottak Koch Robertről, ugye, aki a TBC baktériumot felfedezte. Ő nem csak egy nagy tudós, de egy nagy gondolkodó is volt, és nagyon-nagyon sokáig az ő, hogy úgy mondjam, hitvallása határozta meg a mi orvosi működésünket, mert ő azt mondta, hogy egy betegség közegészségügyi jelentősége az áldozatok számán mérhető le. Vagyis, hogy minél többen betegszenek meg egy adott betegségben, az társadalmilag annál fontosabb. És ez nyilvánvalóan igaz. És ha végig gondoljuk azt, hogy mi magyarok nem is nagyon válogathatunk a halálokokba, mert hogy ilyen kedveset mondjak önöknek, minden másodikunk szív- és érrendszeri betegségbe hal meg, ugye 50%, aztán egy negyed rákban, ugye ez már 75%, és akkor abból a 25-ből ugye elvisz 20%-ot a többi, a cukorbetegség, a depresszió, a csont- és izületi betegségek, ugye itt hévízen ezt illik megemlíteni, tehát a reumás betegségek és egyéb, és ott van 5%, amely viszonylag ritka. És amit fölismert mondjuk a 20. században az orvoslás, hogy a gyakori betegségekben se jó megbetegedni, de ahhoz legalább az orvosok értenek. Viszont a ritka betegségekhez nem értenek. Mert egy orvos, aki mondjuk életében eggyel találkozik, hát az hogy értene hozzá? És Amerikában kitalálták azt, már az 50-es évektől kezdve, tudják, Amerika jelenleg azért 300 millió emberből áll, hogy a ritka betegségeknek létrehoztak ilyen központjait, hogy nem tudom, Philadelphiában van a Cornelia de Lange központ, hogy Rochesterben van a Holt Oram központ, ezt így lehet tudni az internetről, és ez egy óriási előrelépést hozott, ugyanis akkor ebből a 300 milliós óriási népességből összegyűjtötték ezeket a ritka betegségeket, és ott kicsit gazdagabbak, ott még a társadalombiztosítás fizeti is, még az úti költséget is. Tehát akkor összegyűjtötték ezeket a ritka betegségeket, ott kialakult egy orvoscsoport, aki ezekkel a nagyon ritka betegségekből azért százas nagyságrendben találkozott, és akkor ők kezdtek érteni hozzá. És akkor már ők sem fáztak rá. Mert azért hagyd mondjam, Magyarországon a ritka betegségben szenvedők, azok nagyon nehéz helyzetben vannak, mert nem kapják meg azt a magas szintű orvosi ellátást, amit azért meg kellene kapni. Na most az Európai Unió tanul Amerikától, és 2000 óta létrehoztak egy ilyen nagy nemzetközi projektet, amiben most Magyarország is belépett, és az a ritka betegségek projektje. Most már azért lassan ugye az Európai Unió 500 millió lesz, és ki kell jelölni majd központokat, hogy nem tudom, Koppenhágában fognak foglalkozni a patókorral, és Londonban fognak foglalkozni a, mondhatnék rengeteg ilyen nevet a ritka betegségeknél, még arról nem tudok, hogy Budapesten vagy, hogy mondjuk éppen Hévízen majd lesz-e ilyen központ. A központ fontos, mert akkor azt az Európai Unió anyagilag támogatja. És azért tudják, rászorulunk. Tehát ilyen szempontból ez egy nagyon-nagyon fontos előrelépés, és azért gondolom, hogy ez egy nagyon jó irány, hozzátéve, hogy most ez nem azt jelenti, hogy akkor a gyakori betegségbe szenvedőkkel ne foglalkozzunk. Csak ahhoz értenek az orvosok. Mert hát ugye egy magas vérnyomás, egy koszorúérelmeszesedés, egy emlőrák, egy prostatarák, hát az orvos életében egy mindennapi probléma, tehát ért hozzá, és bízunk benne, hogy a legjobb tudása szerint látja el. Na most ez azért is érdekes, mert ezek a ritka betegségek mondjuk érdekes problémákat is felvetnek. Egyet hagyd mondjak el, csak azért, mert nekem ez nagyon emlékezetes volt. Az első öbölháború után
amikor az amerikaiak megtámadták Irakot, tudják, mert ők elfoglalták Kuwaitot, és akkor az amerikaiak megbüntették őket, furcsa módon Bagdadot nem foglalták el, és akkor Saddam Hussein elkezdte terjeszteni, hogy Irakban a ritka fejlődési rendellenesség gyakorisága drasztikusan nőtt, és ő ezt arra vezette vissza, hogy az amerikaiak ilyen urán dusított fegyvereket használtak. És akkor ezt ők sok helyen bepanaszolták az Egyesült Államokat, és akkor az egyik egészségügyi világszervezet és az ENSZ létrehozott egy ötös szakértő bizottságot, és ebbe engem választottak be a fejlődési rendellenesség szakértőnek. Akkor meg kellett tanulnom, mert megmondom őszintén, nem nagyon tudtam, hogy az uránium dusított fegyverek azok milyenek. Az ember az első pillanatra azt gondolja, hogy biztos sugároznak, ugye hát az uránium a sugárzik, de nem sugároznak semmit. Egyszerűen ólomhatásuk van, tehát fém hatása van, és akkor kellett menni Bagdadba, és hát ez mondjuk egy nagyon emlékezetes emlék, mert ugye amerikai légi blokkád volt, tehát Ammanba kellett leszállni, tudják, az Jordánia, és onnan egy 8 órás az ottani hivatalos minisztériumnak a kocsija vitt. Én 12 óra tájba érkeztem meg Ammanba, és onnantól tulajdonképpen egy 8 órás út vezetett Bagdadba a sivatagon keresztül, amely egyrészt gyönyörű volt. Mert ajánlom önöknek, hogy nézzék meg a sivatagban a napfelkeltét. Gyönyörű, gyönyörű. Csak a nagy baj, és ezt azért szoktam elmondani, mert életemnek egyik legkellemetlenebb érzése, igen, hogy ugye egy idő után szóltam a sofőrnek, hogy pisilnem kell. Mert hát azért 8 óra, ugye? És akkor mondta, hogy a következő, nem nagyon tudott angolul, de mondta, hogy az oázis. Jó, hát akkor a következő oázis. És akkor egyszer csak megérkeztünk, és akkor ott volt egy ilyen szögletes sátor, és mondta, hogy az oázis. Gyanús volt, mert nem így képzeltem el az oázist. Később aztán Egyesült Arab Emirátusban láttam igazi oázist. És akkor bemegyek, és ott egy arab, azt mondom, a toalett, és akkor mondja, hogy out. Jó, hát kimegyek, ott egy másik kis sátor, egy pöcegödör, és elnézést, tele szarral. Hát nagyon kellett. Hát elkezdtem pisilni. És képzeljék el, arról a szarból kb. 200 légy szállt föl, és mind rám akart szállni. Most egy férfi azért megérti, ugye egyik kézzel fog az ember valamit, na most a másik kézzel, tudják, azt a 200 szaros legyet, hogy hajtja el az ember magáról. Na hát, ez egy olyan élmény volt, hogy a többit már pedig voltam Babilonban, meg borzasztó rendszer volt, sok mindent lehetne mesélni, de szóval a ritka betegségekről ez jut eszembe, mert aztán persze kiderült, hogy hoztak nekem bemutatni szegény kis iraki rendelő gyerekeket, hogy nézzem meg, mit tettek az amerikaiak. Hát ilyen éjeket mind láttam Magyarországon, mert ezek ugyanazok a ritka rendellenességek voltak. Ezért nagyon meg is haragudtak ránk, mert mi végül nem állítottunk ki egy olyan bizonylatot, hogy ezek a gazember amerikaiak hogy tették tönkre az iraki gyerekeket. Nem beszélve arról, hogy amikor próbáltam nekik megmagyarázni, hogy ahhoz, hogy én most azt mondjam, hogy valamelyik rendellenesség, a Water, vagy az egy többi, most növekedette az öbölháború után, kellene tudni, hogy mi volt előtte. Hát azt mondták, azt ők nem tudják. Na most hát akkor tetszik érteni, hogy ez egy, végül is egy olyan dokumentumot állítottunk ki, hogy nem lehet bizonyítani, és hát meg kell mondanom, ez nagy gond volt, mert nagy ünnepélyességgel fogadtak minket, a végén még már örültem, hogy kiengednek. Szóval, hogy na mindegy. Na hát ilyen bevezetés után én most akkor a ritka betegségeknek az egyik legfontosabb csoportjával, a fejlődési rendellenességekkel kicsit hadd csinálják egy kis rendet, hogy mert így látom is, és akkor ez jó. Tehát én a fejlődési rendellenségekkel szeretnék önöknek beszélni. A fejlődési rendellenségek esetében is, mint minden betegség csoportnál elkülönítjük, hogy a gyakoriságuk szerint mekkora a közegészségügyi jelentőségük, hát hogy milyen súlyosak, mert lehet valami gyakori, de ha nem súlyos, akkor nem olyan nagy baj. Aztán orvosilag hogy néz ki,
Mert kell nekünk találni, tudják, egy ilyen osztályozási rendszert a fejünkbe, hogyha elhoznak hozzám egy rendes gyereket, akkor én ugye el tudjam helyezni, főleg azért, hogy rájöjjünk, hogy mi a kór eredet. Na most például a gyakoriság szerint mi elkülönítjük a gyakori rendellenességeket, amely legalább egy esetben előfordul 1000 születés közül, aztán vannak a közepesek, amikor 1000 és 10000, és vannak a nagyon-nagyon ritkák. Most én bemutatom azt a 10 rendellenességet, ami Magyarországon gyakori, de hát ez se gyakori, csak ebből a szempontból gyakori. Mondjuk itt a legérdekesebb a csípőficam hajlam, mert ez azért látják 13,6/1000, tehát ez 1% fölött van. Ez már akkor nem is igazából ritka, de hát ilyet már nem látunk. Mert ugye tudják, hogy 1970-es évek óta minden kis újszülöttnél csinálnak egy ortopéd szűrővizsgálatot, és hogyha kiderül, hogy ki lehet buktatni a combfejét az izületi vápából, akkor először kap egy ruginadrágot, aztán kap egy pavlikkengyelt, és hál' Isten, ma nincs csípőficamos gyerek. Ami nagy dolog, mert azért ez volt Magyarországon a leggyakoribb fejlődési rendellenesség, kislányokban jóval gyakoribb, és ez egy óriási eredmény. Csak tudják, minden jónak azért van egy hátsó oldala, mert ugye régen, ha egy kislány igazán csípőficamos volt, akkor ilyen nagyon csúnyán kacsázva járt, előbb-utóbb olyan súlyos medence deformitása lett a gerincferdülés mellett, hogy szülni nem nagyon tud gyereket. Tehát aki csípőficamos volt, azt tulajdonképpen nem tudta továbbadni a génjeit, mert nem volt rá képes. Ma meg, hát ki tudja a szép lányokról, hogy éppen volt egy csípőficam hajlamuk, és adják tovább a géneket. Na most, aki például pavlikos volt, ott 20%, hogy a gyerekében is elő fog fordulni. Neki se lesz csípőficama, mert őt is szűrik majd, ő is megkapja a pavlikot, csak aztán az ő gyerekében is 20%. Úgyhogy egy matematikus barátom, Tusnádi Gábor kiszámolta, hogy körülbelül 2300 lesz az, amikor minden gyerek csípőficammal fog születni. Ugye nem tudom, értik-e az orvosi kontraszelekció hatását. Ez is egy emlékezetes, mert ezt egy szegedi ortopéd kongresszuson mondtam el, és akkor a szegedi professzor fölállt. Azt mondja, jaj, de jó, hát akkor nem kell majd szűrni az újszülötteket. Mindjárt mindenkire föltesszük a pavlikot. Hát ugye ez megint egy kicsit olyan furcsa orvosi dolog, hogy ennek mennyire kell örülni. A következő a lágyéksérv, ugye hát ez egy nagyon ritka rendellenesség, fiúknál fordul elő, de azért gond, mert meg kell operálni mindenképpen, aztán jön a rejtett heréjűség, úgyhogy nincs lent a két tojás az acsiba. Ez is egy érdekes dolog, mert ott van még egy kicsit lejjebb a húcső hasadék. Például ez a két rendellenesség az elmúlt 50 évben kétszeresére nőtt. Emellett nem tudom, mennyire tudják, 1960-as években egy magyar férfinek 73 millió ondósejtje volt 1 milliliter ondófolyadékban. Most meg 31. 73-ról lement 31-re. Hová tették? Közben a hererák, ami egy ritka betegsége volt az idős férfiaknak, 5-szörösére nőtt, és a 20-30 éves férfiak leggyakoribb rákja. És akkor itt van még, hogy ez a két fejlődési rendellenesség is megduplázódott. Tehát valami nagyon nagy baj történt a férfiakkal. Sok elmélet van rá, a legelfogadottabb, hogy a női nem visszavág. Mert a hülye férfi ugye azt gondolja, hogy hát védekezzen a nő, hát ő esik teherbe. És hát ugye 62 óta szedik a fogamzásgátló tablettát. Igen ám, de az lebomlik a női szervezetbe, és az anyagcsere termékeket kipisilik. Ez belekerül a felszíni vizekbe, és mi azt isszuk meg. Mert a felszíni vizeket szűrik mérgekre, szűnik fertőző kórokozókra, de nem szűrik hormonokra. Tehát ez azt jelenti, hogy még az ásványvizet is, amit iszunk, abban valószínűleg vannak olyan női hormon származékok, amelyet, ha egy várandós megiszik, és neki fiú magzatja van, vagy akár a csecsemője is, fiú, hogy ez valószínűleg árthat. Biztos, hogy ez igaz, mert nagy szakirodalma van, hogy például a halak között a hermafroditák aránya drasztikusan megnőtt.
meg már olvastam olyan tragikus hírt is, hogy az aligátornak a fütyköse 8 centiről 2-re csökkent. Hát most képzeljék, a szegény aligátor lányok. Szóval csak akarom mondani, hogy itt elég nagy gondok vannak. Na most, amiről én fogok majd kicsit részletesebben beszélni, az az idegcsőzáródás. Ugye a leggyakoribbak ma a szívrendenségek. A Magyarországon a gyerekek 1%-a szívrendenséggel szület, és abban a leggyakoribb a kamrai sövény. Aztán ott van a dongaláb, ott van a gyomorkimenet szükület. Ez olyan szép történet azért, mert azért az orvoslásban inkább az ember csúnya történeteket tud elmondani. Ugye régen a gyomorkimenet szükület azt jelentette, hogy megszületett a kisember, elkezdték etetni, és mivel ugye a gyomrából, amikor átmegy a duodénumba, a 12 ujjnyi bélbe, ott van egy ilyen izom szfinkter, egy ilyen izom szoros, és ez valamilyen oknál fogva túl erősen zár, és ennek következtében sugárba kihány a gyerek mindent. Most ez egészen addig, amíg egy Ramstedt nevű sebész rá nem jött, hogy csak annyit kell csinálni, hogy át kell vágni ezt az izomzatot, ezek a gyerekek mind meghaltak. Csontá, bőrré fogyva meghaltak, mert hát nem tudtak táplálkozni, és mindent kihánytak. És akkor jött a Ramstedt műtét, és akkor szépen felnőttek, és képzeljék, kiderült, hogy az olimpiai bajnokok között háromszor gyakoribb a gyomorkimenet szükületes, ugyanis kiderült, hogy ez az izomrendszernek egy általános, genetikailag meghatározott túlműködése. Tehát neki nem csak ez a szfinktere, hanem az egész izomzata erősebb. Na most hát a sportban az meg jó. Ez egy sportszerűtlen dopping, hogy valaki olyan génnel jön a világra, hogy ugye híres volt, mert egy Bannister nevű pali angol tudta először ha egy mérföldet 4 percen belül futni, ő is gyomorkimenet szükületes volt. És aztán ott van a Downcore, látják, ugye 1000 gyerek közül 1,3, most egy kicsit fölment 1,7-re, de ez megint egy érdekes dolog, mert ez mutatja, hogy a ritka betegségek miért olyan fontosak. Ugye amikor én fiatal orvos voltam, még úgy is hívtuk, hogy mongol idióták. Ugye mert a kicsit az arcuk olyan mongolos volt, és hát idióták voltak. És azóta, amióta azért a korai fejlesztés kapcsán rájöttek, hogy ezek a fogyatékos gyerekek is letapogathatók agyilag, és speciálisan lehet őket fejleszteni, én már 3 olyan dankóros gyerekkel találkoztam, nem is olyan régen, egy 9 éves kislány volt nálam, aki tud írni, olvasni. Tehát eljutottak oda, hogy még a fogyatékos gyerekből is ki lehet hozni a maximumot. Én nem akartam elhinni, ott nálam egy újság, odaadtam neki, hogy olvassa föl, hát elkezdte olvasni a vezércikket, kérdeztem, hogy érted? Mondta, hogy igen. Hát elkezdtem irigyelni, mert én nem, de ez most más kérdés, úgyhogy... És megint egy ilyen, tudják, Lejeune egy francia genetikus volt, aki ezt a kromoszoma rendelséget felfedezte. Őtőle hallottam, hogyha Einstein dankóros lett volna, pont normális lett volna. Nem tudom, hogy értik, ugye, hogyha a kettő úgy összeadódik. És akkor végül ott van az ajak hasadék, szájpadhasadékkal vagy anélkül, és sajnos ezt a magyar orvosok se tudják, hogy 1978-ban Magyarország is aláírt egy egyezményt, hogy nem szabad állatneveket használni. Tehát olyan, hogy nyúlajak, vagy nyúlszáj, olyan nincs az ajakhasadék. Olyan nincs, hogy farkastorok. Szájpadhasadék van, mert tudják, most az emberiség nagyon halad afelé, hogy a stigmatizáló szavakat ne használjuk. Lehülyézzük egymást, de azért úgy hivatalos iratban nem illik. Tehát ez egy kicsit ez is olyan. Jön a következő, hogy súlyosság. Hát bizony vannak olyan rendenségek, amik élettel összeegyeztethetetlenek. Majd ilyet még fogok mutatni majd. Aztán ott van ugye, ami súlyos, és hát ez a happy end, hogy amíg nem találták meg a műtéti megoldást, addig nagyon súlyos volt, gyomorkimenet szükület, ma pedig már olimpiai bajnokok lesznek. És akkor ott van a enyhe, a csípőficam hajlam, mert hát a csípőficam persze nagyon rossz volt, de hát azért az életet nem tette lehetetlenné. Például itt van, mindig vitatkozunk, hogy a rejtett herűséget hová tegyük. Mert az egy jó férfi különben, hát csak éppen, ha nem operálják meg 2 éves koráig, akkor nem lesz gyereke. Mert biztos tudják, hogy azért kell a 2 herét ott az acsiba tartani, mert ott 2 Celsius fokkal hidegebb van. Ha a here fönnmarad a hasüregbe, akkor a meleg teljesen tönkreteszi. Tehát innen jön az, hogy nagyon oda kell figyelni, és észre kell venni, hogyha
nincs ott lent, és ez megint egy furcsa dolog, mert mi valamikor a 70-es években végeztünk egy kutatást, és képzeljék, kiderült, hogy még iskolás korban is találtunk olyan gyereket, akinek nem volt lent a herje. Ami egy marha nagy disznóság, mert azért a védőnőnek is meg kell nézni, az orvosnak is meg kell nézni. Nem beszélve arról, hogy szerintem egy édesanyja hazaviszi a fiát, hát akkor már nézze meg, hogy megvan-e neki az, ez nem egy olyan nagy vizsgálat. Mert ha időben megoperálják, akkor nincs gond, viszont ha nem operálják meg, hát akkor nem lesz gyereke. És most akkor már nem tudom, hogy ezt hogy kell osztályozni, hogy ez most súlyos. Olyan szempontból súlyos, de mondjuk orvosi szempontból nem annyira. És akkor vannak a minor anomáliák, amiket nem tartunk rendenségnek, hogy például a két újredő helyett csak egy van, vagy itt van egy szemen egy kis belső hártya, az epikantusz, meg egyéb. És akkor, ami nekem a legfontosabb, hogyha elhoznak hozzám egy gyereket, akkor az első dolgom azt kell eldönteni, hogy ez egy izolált rendellenesség, vagy egy többszörös rendellenesség. Tudik, az izolált rendellenességek egészen más eredetűek, mint a többszörösek. Többszörösek azok csak nem mindig vagy kromoszoma rendellensége, vagy génhibák, vagy tipikus esetleges teratogén ártalmak, tehát külső eredetűek. Ez azért nagyon fontos, ugye, mert az, hogy most Down vagy nem, az rögtön egy kromoszoma vizsgálattal meg tudom nézni. Hát amióta most már géntérképet ismerjük, most a Nunant írtam föl, azt is meg lehet nézni, inkább csak az a baj, hogy nem a magyaroknak. Nekem ott van az asztalomon az Európai Unió géndiagnosztikai központját, például a Nunan az 300 euró. Nagyon fontos lenne, mert azért önmagában a tünetek alapján azért nagyon nehéz biztosra menni, ahhoz DNS kell, csak hát egy magyar ember ki tudja fizetni a 300 eurót. Úgyhogy ez ilyen szempontból nagy gond. A tipikus külső ártalmak, ezt most ide látják, nem írtam, azok is mindig többszörös rendellenséget okoznak. Tehát a rubeola vírus az mindig szemrendellenséget, szürkehályogot vagy kisszemiséget, a botalvezeték nem záródik, és belső eredetű süketséget. Vagy van egy gyógyszer, a difedán, epilepszellen gyógyszer, ott például a gyereknek nincs körme, és ajakhasadéka van. Tudják, mi férfiak olyan nagyon szerények vagyunk, sose dicsekszünk. Nekem idáig háromszor fordult elő az életembe, hogy elhoztak egy ilyen gyereket hozzám, nem volt körme, ajakhasadék, és akkor megkérdeztem az édesanyját, hogy ezek szerint maga epilepsziás. És akkor rám nézett, és mondta, hogy ki mondta meg a doktorunknak. Mondta, mi férfi orvosok, hát mi olyan zseniálisak vagyunk, hogy nagyon. Ja, még az izoláltak, azok mindig sokgénes hajlam, akkor visszamegyek, hogy igaz. Tehát azok mindig egy sokgénes hajlam, amit külső tényezők provokálnak, vagy védenek. És hát ezek a gyakoriak, mert azért az izoláltak a 90%, és hát mondjuk itt van azért a legnagyobb előrelépés. És akkor jönnek ugye az eredet, tehát mondtam, hogy vannak a génhibák, hát ilyen például az a törpesség, az akondroplázia. Fellének volt egy nagyon szép filmje, és ott láttam, hogy például a bohócoknak az egyik típusa, ez az akondropláziás. Régen kondrodisztrófiának mondták, ha megtetszenek nézni a Velázquez festményeket. A spanyol királyoknak mindig kellettek törpék maguk köré, biztos, hogy kicsit magasabbak legyenek. Néhány politikusnak se ártanak. A lényeg az, hogy ez nem jár értelmi visszamaradással, de azért hát nagyon meghatározza az életet. Tudják, megint, amikor fiatal orvos voltam, azért nagyon sok hibát követtem el. Jó akaratból, például sosem fogom elfelejteni, hogy amikor egyszer ultrahangon diagnosztizáltuk, hogy az édesanyának ilyen törpe lesz a gyereke, hát nagyon elkeseredett joggal, és akkor én azt mondtam, de gondolja meg, hát még bohóc is lehet belőle. Akkor láttam, hogy ekkora marhasságot nem lett volna szabad mondani, többet nem mondtam. Aztán ugye ott vannak a kromoszomaverációk, hát ott a Down-kóra döntő, mert azért gondolják meg, hogy egy kromoszomában sok száz gén van, tehát ha egy kromoszoma rendellenség van, abban általában belehalnak. Tehát a spontán vetélések 50%-a az kromoszoma rendellenség, az rögtön kiválogatódik. Vagy ugye, ami megint egy új dolog, és még csak föl se eszméltünk, hogy gondolják meg, hogy most itt van ez a lombik bébi módszer. Ott van az orvos kezébe az a két-három kis emberke. Bedugja a mélybe. És mekkora az esély, hogy lesz egy gyerek? Hát 20%. Aki nagyot mond, 25. Értik? Két-három. Ott van, bedugják, aztán hová lesz?
Hová lesz? Tehát mutatja azt, hogy egy istentelen nagy kiválogatódás van ott rögtön a fogantatás után. Hát én kérdezik, hogy hogyan, hát nem tudom, csak ilyen hülye hasonlatokat szoktam mondani, hogy tessék végig gondolni, hogy itt 23 anyai kromoszómának kell rátalálni 23 apai kromoszómára, és egy jó randevú kell. Na most azért minden fiatalember emlékszik, én igen. Ugye volt az életemben olyan randevú, ahol egy lányjal találkoztam, és nem sikerült. Most azért kezdjék elkezdeni 23 randevú egyszerre, tehát valószínűleg erről van szó, de ez magyarázza azt, hogy igazából a downkor az egyetlen, mert olyan kis vacak, hogy ha abból több van, akkor az életben maradhat. Már ott is ugye, ha egy hiányzik, az semmiképpen nem maradhat életben, mert annyira súlyos. Akkor ugye itt vannak, megint elrontottam, itt vannak a külső eredetű ártalmak, tehát ezek a teratogének, már előbb elmondtam ugye a rubeola vírust, hál' Isten, ma a kislányokat már oltják. Tehát ezzel nem kell számolnunk. Most a nagyon nagy gond a varicella, a bárányimlő. Ezen régen átesett minden kislány. Most nem tudom, már nincs testvér, vagy nem tudom, mi történt, de én most évente találkozok 3-5 varicellás terhessel. Ami egyrészt azért nagy baj, mert ugyan nem nagy a kockázat, 2%, hogy a gyerek beteg lesz, de hát az is sok, és hogy meg lehetne egy oltással előzni, mert az oltás van. Csak ez megint úgy nincs benne a köztudatban, pedig nagyon fontos lenne. Aztán ott vannak az anyai hatások. Tudják, engem az nagyon idegesít, hogy rettentően félnek ma a várandósok, meg az orvosok is a gyógyszerektől. Én hallok ilyet, hogy terhesnek nem szabad gyógyszert szedni. Hát ez a baromságok egyik legnagyobbika. Mert például mondjuk influenzája van, magas láza, és akkor az orvos azt mondja, hogy ne szedjen gyógyszert, és akkor a magas láz miatt 30%-kal nő a rendellenség. Pedig ezt így lázcsillapítóval ki lehetne védeni. Vagy a kutatásaink igazolták, hogy a várandósok 6%-a migrénes. Az orvos azt mondja, hogy ne szedjen gyógyszert, mert mit lehet tudni? Na most akik nem szedtek gyógyszert, azoknak a gyerekében 4-szer gyakoribb volt a végtag hiányos rendellenség. Akik szedték rendesen a gyógyszert, semmi. Tudni, a migrén az egy érgörcs. És úgy látszik, a lepény ereiben is ilyen érgörcs lesz, és akkor ez egy olyan vérellátási zavart okoz a lepénybe, hogy a gyereknek a végtagja elhal. De a leggyakoribbak a genetikai hajlam alapján a külső tényezők által provokált rendellenességek. És hát egy kicsit erről szeretnék részletesebben szólni, majd azért, hogy ezt a három jellegzetességet még jobban aláhúzzam, vagyis, hogy a ritka betegségek között a fejlődési rendellenességek azért különlegesen fontosak, mert egyrészt ez egy defekt állapot. Csúnya ezt kimondani, de ha valakinek tüszös mandulagyulladása van, vagy sok más betegség, akkor meggyógyulhat. Aki végtag nélkül születik, akinek nyitva van a gerince, akinek hiányzik a veséje, toldozhatjuk, foldozhatjuk, de teljesen meggyógyítani nem fogjuk. A másik ugye, hogy azért hál' Isten, azért a betegségek döntő többsége az élet második felébe jön. Na most ezek meg már ott vannak a születéskor. Sőt, hát már előtte ott vannak, de akkor veszük észre. Tehát egy életre megkeserítik az életüket, és ezért igazából tényleg csak egyetlen egy optimális megoldás lenne a megelőzés. Ugye szoktuk mondani, hogy a megelőzés jobb, mint a gyógyítás, hát ez körülbelül olyasmi, mint hogy ne paráználkodj, jó, ha tudjuk, de nem mindig tartjuk be. Szóval a lényeg az, hogy ez egy elég nagy gond, hogy itt tényleg csak a fejlődési rendellenségeknél a megelőzés lenne az optimális. És akkor milyen lehetőségek vannak a megelőzésre jelenleg? Tehát ki kellene védeni az okot? Hát itt mondjuk a legszebb példa azért a rubeolaoltás. Majd beszélnék a magzatvédő vitaminokról. Aztán van a másodlagos megelőzés. Ugye erre a legjobb példa a csípőficam. Tehát észrevesszük, hogy a gyereknek laza az ízülete és sekély a vápája, kap egy kezelést és nem lesz csípőficamos. Vagy nem tudom, hallottak-e a fenilketonúriáról, az egy olyan génhiba, amely értelmi fogyatékosságot okoz,
és 1973 óta minden újszülöttet Magyarországon megbökik a talpát, egy csepp vér két helyen van központ, Szegeden és Budapesten, megnézik, hogy nem hiányzik-e a fenilalanin hidroxiláz, és ha igen, ott van ez a génhiba, akkor 6 éves koráig diétázni kell. Vagyis ő a diétában ne legyen fenilalanin. És a gyerek nem lesz értelmi fogyatékos. Na most ott van egy kényes kérdés, mert nagyon sokáig én is, de különösen az orvosok azt mondták, hogy amikor magzati életben felismerjük a rendellenségeket, és elmondjuk az édesanyjának, és ő úgy dönt, hogy nem vállalja, megszakítatja a terhességet, hogy ez is másodlagos megelőzés. A katolikus egyház mindig azt mondta, hogy ez nem az. Itt egy sérült ember megöléséről van szó. És érdekes módon azért most már az egészségügyi világszervezet is azt mondja. Tehát a magzati diagnosztika egy fontos kényszermegoldás, de nem megelőzés. Mert itt már egy sérült embernek az elpusztításáról van szó. És akkor azt hiszem most jutok el oda, amiről kicsit beszélni szeretnék. Hoztam, addig ezt pillanatra leteszem. Tehát tudják, létrejön a fogantatás, ugye a peti vezetéknek itt az oldalsó szájadékába elindul az a kis ember, osztódik a méh felé, itt beágyazódik, és akkor a 15. nap az életünknek az a döntő időszaka, amikor az addigi őssejtekből, a mindenre képes őssejtekből egyszerre csak speciális sejtek lesznek. Tehát lesznek olyan sejtek, amelyekben mondjuk az a DNS aktiválódik, amely gondolkodik, mert abból lesz az agy. Aztán lesznek olyanok, mint amelyek izmot termelnek, mert hát az is kell, meg csontváz, 200 fajta sejtünk van. Tehát így jön létre a szervezetünk csodálatos összhangobja, végzett együttműködése. De most én az agy fejlődéséről szeretnék beszélni. Ugyanis ott a 15. nap rögtön kialakul, azt úgy mondják, hogy az ideglemez, és ez az ideglemez, ez elkezd záródni, az eleje fölfúvódik, abból lesz az agyhólyag, majd az agy, ez meg megnyúlik, és ebből lesz a gerincvelő. Okos kis emberről van ám szó, mert rögtön egy kötőszöveti burkot hoz létre. Abból lesz a koponya, és abból lesz a gerincoszlop. Most kiderült, hogy ha elől ez a záródás a 24. napig nem történik meg, akkor már nem tud kialakulni körülötte a koponya, koponya nélkül pedig az agy szétmálik. Ha pedig alul a 28. napig nem tud záródni, akkor itt alul nyitva marad a gerinc. Ez az egyik leggyakoribb rendellenesség, mint tetszik látni, ilyen agy és koponya hiány minden ezredik magzatban van. Ja, még egyet kihagytam, de majd mutatok, hogy nyitott gerinc az már majdnem minden 5%-ban van. Most aki félős, kicsit csukja be a szemét, jó? Mert én hiszem azt, hogy nem megrettenteni akarom önöket, de azért lássák, hogy miről van szó. Ez az agy és koponya hiány. Ezt régen a paraszt emberek béka embereknek mondták. Ugye, mert látják, nincs koponyája, és ilyen düllett szeme van. Aztán ez a jobbik, amikor nyitva van a gerince, de bőrrel fedett, ők egész jól tudnak életben maradni. Ez a rosszabb, amikor ez egy ilyen hólyag, ciszta, úgyis mondjuk spina bifida cisztika, csak a baj az, hogy a születéskor ez mindig szétreped. És hát ez a nagy baj, ugye akkor rögtön lesz egy fertőzés, ez rámegy az agyra, akkor ezért agyvízzavar, tehát vízfejűek lesznek, és mivel sérül a gerincoszlop, az alsó végtagjuk mindig béna, tehát ezért vannak mindig kerekes székbe, és hát a nagy gond, hogy a székletüket, vizeletüket se szokták általában tudni tartani. És akkor itt van a harmadik, amit mondtam, ez az agysérv, amikor itt a tarkón van egy ilyen kiboltosodás, hát sajnos az ő életkilátásaik se nagyon jók. Na most ez azért volt fontos, mert biztos tudtuk azt, hogy itt sok gén áll a háttérbe, tehát nem Mendel szerint öröklődnek. Tudnék, ha egy anyának volt egy ilyen gyereke, akkor tízszer gyakoribb, hogy a következő terhességben is lesz. Tehát Magyarországon 0,3% a gyakoriság. Ha volt már egy, akkor 3%. Hát sajnos régóta vagyok orvos, gyűjtjük az adatokat, ha valakinek kettő volt már ilyen, Isten így megverte, az 12%. És hogyha 3, akkor 25%, tehát így növekszik a kockázat. Viszont az angolok nagyon régóta észrevették, hogy itt biztos,
hogy külső hatások is szerepet játszanak, mert megfigyelték azt, hogy a szegény iskolázatlan nőkbe ötször gyakoribb, mint a tanult jómódú nőkbe. Tehát egy nagyon erős szociális függés volt. És volt egy angol orvos, Dick Smithers, aki megfogalmazta azt a hipotézist, hogy ezért valószínűleg a táplálkozás felelős. Tudnék, a jómódú tanult asszonyok, azok megválasztják, hogy mit esznek. Tudják, hogy mi az egészséges táplálkozás. Ezzel szemben a szegény, hát az azt teszik, ami az éppen hozzájut. Amikor Amerikában hallottam junk food, hogy szemét kaját esznek, akkor kicsit rossz hallottam, de amit látom Pesten, hogy sokan a kukából táplálkoznak, azóta már értem, hogy miért junk food. És hát itt van a nagy gond, ugye, hogy, mint mondtam önöknek, ez a 15. nap kell záródni, és a 21-28. Napig kell záródnia. És ez a Smithers professzor azt mondta, hogy meg kellene próbálni, hogy a fogamzás körüli időszakban, hiszen most itt van a nagy gond, és ha ezt megértik, az nagy dolog, hogy a 15. nap kezd záródni. Na most, ha egy asszony nem tervezi a terhességét, akkor miről veszi észre, hogy terhes? Hát, hogy kimaradt a havi vérzése. Mikor maradt ki? A 15. napon. Tehát itt jön a nagy baj, hogy ahhoz, hogy az elméletet valóra váltsuk, mindenképpen a fogamzás előtt kellett jó idővel elkezdeni, hogy mire ez a záródás elkezdedik, a vérben már ezek a hiányok megszűnjenek. És nekem ez volt mondjuk életem egyik legnagyobb mázlia, hogy mi Magyarországon létrehoztunk egy családtervezési rendszert 1984-ben, ami három részből állt, hogy van egy családtervezési alkalmassági vizsgálat, egy 3 hónapos felkészülés a fogamzásra, és a kora várandóság fokozott védelme. Tehát hozzánk olyan évente eljött 2000 pár, aki mindent meg akar tenni azért, hogy egészséges kisbabája legyen, és ezért tudtunk szervezni egy kettős vak vizsgálatot. Ez egy biztos nem nagyon ismerős önöknek. A tudományban ma ez az elfogadott, hogy megkérem önöket, hogy vegyenek részt egy kutatásba, és adok önöknek egy dobozt, amiben 30 tabletta van, és azt kérem, hogy minden nap tessenek egyet bevenni. Elmondom, már a magyar emberek ezt nem nagyon értették, hogy a felébe benne van a hatóanyag, a másik felébe nincs semmi, csak úgy látszik, az a placebo. Tehát az asszony nem tudhatja, hogy melyiket szedi. Ezért vak. És miért kettős vak? Mert mi se tudtuk. Jobb, ha az orvos se tudja. Mi azért orvosok rettentően szeretjük igazolni a hipotéziseinket. De hogyha minden tablettán csak egy szám van, és a számnak a tartalmát csak genbe tudták, hát ott nincs mese. Tehát tulajdonképpen így indítottunk el egy kutatást, és most fogom elfelejteni, 91 karácsony előtt egy nappal hívtak föl Genből, hogy vége a kutatásnak, csak itt elfelejtettem mondani, tehát hogy ebbe látják, volt ennyi vitamin, ennyi ásványelem, ennyi nyomelem, benne volt a folsav, 0,8 mg. Fontos az is, hogy volt benne B2 is, tehát riboflavin, meg volt benne B6 piridoxin is, és volt benne B12. Persze, 0,8 mg. És mondom, 91. december 23-án hívtak Genből, hogy vége a vizsgálatnak, ugyanis akkor ki kellett értékelnünk, fel kellett törni a kódot, tehát ők tudták Genbe, amit mi nem, hogy 2471 asszony volt, aki szedte ezt a készítményt, azóta hát ezt elevit pronatálnak hívják, és ott egy se fordult elő. És volt 2391, aki a placebót kapta, és ott 6. Tehát egy 94%-os kivédés volt. Ez nagy szenzáció volt. Itt Magyarországon 2 héten, ez a New England Journal-ben jelent meg, magyarok nem szoktak publikálni. 3 héten belül itt volt a CNN-től kezdve minden amerikai televízió, hogy tetszett nekem, Magyarországon senki nem vette észre, hát végül is kicsit izolált ország vagyunk. Aztán szerettük volna folytatni, majd elmondom, hogy miért, de már nem engedte az Egészségügyi Világszervezet, mert ha egyszer bebizonyosodik a hatás, akkor etikai okokból nem lehet tovább csinálni. És akkor már csak egy úgynevezett kettős kohortot csináltunk, vagyis, hogy mindenki, aki eljött a családtervezőbe, kapta ezt a vitamint, és a védőnők kiválasztottak nekünk a helyi
terhesgondozókból olyanokat, akik biztosan a 12. hétig se folsavat, se vitamin nem szedtek, hasonló életkorúak voltak, hasonló szociális helyzetűek voltak, és így volt 3056 párunk, és akkor megint szépen megerősítettük, mert aki kapta az elevitet, ott 1 volt, és aki nem kapott semmit, ott 9 volt. Tehát tulajdonképpen így jött ki az, hogy ezzel a vitamin kombinációval körülbelül a 90%-át ki lehet védeni. Amiért mi akartuk továbbvinni, tudják, a bátrakat azért a szerencse is segíti, mert mi kifejezetten ugye azt akartuk megnézni, hogy ezt a rendellenességet 0,8 mg-os forsavos multivitaminnal ki lehet-e védeni, de közben kiderült, hogy a szívrendellenességek is drasztikusan csökkentek. Tehát a kettős vakban 58%, a kettős kohortban 40%, a húgyúti rendellenességekben is volt egy csökkenés a kettős vakban. Kicsit a végtaghiány és a gyomorkimeneti szükület, az zárójel azt jelenti, hogy nem érte el a szignifikáns szintet. Ez nagyon nagy feltűnés keltett, de nem nagyon hitték el. Meg kell mondanom, megértem. Hát különböző rendellenségeknek különböző az okai, és ezt egy ilyen pofon egyszerű vitamin készítménnyel ki lehet védeni, hát az elég valószínűtlen. De utána nekiálltak mindenütt megismételni a vizsgálatokat. Amerikában 6 vizsgálat igazolta, hogy a szívrendellenségek 50%-a kivédhető, a húgyúti rendellenségek 40%-a és a végtagrendellenségek 30%-a. Tehát tulajdonképpen ez volt egy óriási áttörés, hogy igenis az ilyen nagyon súlyos fejlődési rendellenségeket is meg lehet előzni. Most egy kicsit, aki már fáradt, akkor csukja be a szemét, mert ez most nehéz lesz. A tudomány mindig furcsa. Tehát mi elindultunk abból, hogy egy táplálkozási hiány. Aztán közben kiderült, hogy nem arról van szó. Arról van szó, hogy amikor a fehérjék lebomlanak a szervezetünkbe, aminosavak keletkeznek. Ott van egy nagyon fontos aminosav, a metionin, de ez a hülye metionin, ez átalakul homocisztein. És a homocisztein egy méreg, amely folyamatosan keletkezik a szervezetünkbe. Ezt a szervezetünk tudja, mert különböző formákban lebontja. A legfontosabb, hogy képesek vagyunk méregteleníteni a homocisztein, tehát vissza tudjuk alakítani a metioninná. Ez kell egy enzim, ez kell B12, és kell egy metilcsoport. És az a metilcsoport adja meg a jelentőségét a folsavnak, amit azért ma már mindenki tud, csak általában rosszul. Mert például olvasom azt a szülészeti intézmény ajánlásába, hogy a leendő várandósokban növelni kell a táplálék révén bevitt folsav mennyiségét. Valami baj van. Tudnék, ennek a vitaminnak két formája van. Van a természetes formája a folát, a follium, a zöld levél, sóska, spenót, brokkoli, ez van a táplálékban. A táplálékban egy szemernyi folsav nincs. Nem hiszem, hogy a szülészvezetők arra gondoltak, hogy vegyék meg a folsavat a patikába, vigyék haza, ha van még mozsár, törjék össze, aztán sózzák meg a pörköltöt, mert így lehetne a folsavat is bevinni, de szerintem inkább csak nem tudják. És tudják, az is egy érdekes, hogy az Egészségügyi Világszervezet meg az EU most javasolná, hogy ezt nevezzük együtt B11-nek. Ennek is érdekes a történet, és a nők meg fogják érteni. Képzeljék, ezt a vitamint 1931-ben egy orvos nő fedezte föl, Lucy Wilms, és ő B11-nek akarta nevezni. Igen ám, hát de mi férfiak, legalábbis 96%-unk szereti a nőket, különösen a szép nőket, de a nagyon okos nőket nem. Az természetellenes. És hát azért a vezetők mindig férfiak, és akkor ezt mondták a Lucy Wilmsnek, hogy frászt, és elnevezték másnak. Na most Lucy Wilms rehabilitálni kellene, és hát innen jön az, hogy most B11-nek akarjuk nevezni, és akkor talán az orvosok is megértik, hogy ennek két formája van. Na most ez egy bonyolult, csak egyet mondok, hogy itt van egy enzim, a metilén tetrahidrofolát reduktáz, ez produkálja ezt a metilcsoportot. Ugye minden enzim fehérje, minden fehérjét egy gén irányít. És itt egy óriási meglepetés volt. Képzeljék el, azonosítottuk ezt a gént, az egyes kromoszóma rövid karjában van. Azt is tudjuk, tudják, hogy a DNS, ugye a gén, a DNS-nek egy meghatározott szakasza. Azt is tudjuk, hogy a 677. helyen romlott el, mert a citozin helyére timin került. Csak hogy ezek a génhibák nagyon ritkák szoktak lenni. 1000-re szokott lenni egy. És képzeljék el, a magyar emberek 11%-ában ennek a génpárnak mindkét tagja rossz. 11%. És akkor 45% pedig heterozigóta. Na most, ha ezt értjük, ugye akkor ez azt jelenti,
hogy ha ez a gén rossz, akkor ez az enzim nem dolgozik. Akkor nincs metilcsoport. Akkor nem tudjuk méregtelenteni a homocisztaint. És egy ilyen várandós lesz, egy ilyen nő lesz várandós, akkor magas a vérben a homocisztein szintje, akkor nem tud záródni az idegcső. Ez nagyon ijesztő, de a szép, hogy kiderült, hogy ha megfelelő időbe, megfelelő mennyiségbe adjuk a B11-et, a B12-t, a B2-t és a B6-ot, ezeket nevezzük magzatvédő vitaminnak, akkor 90%-ban kivédi. Mert rászól az enzimre, hogy dolgozz már. Hiába rossz a gén. Mert ha én rászólok erre az enzimre és elkezd dolgozni, akkor az van metilcsoport, és ha van metilcsoport, akkor ki van védve. Tehát itt tartunk most, és most ahelyett, hogy én egy diadal üvöltést mondanék el kell mondanom, hogy mélységesen szomorú vagyok. Ugyanis ma Magyarországon ugye elvileg két lehetőség lenne ennek a rendellenségnek a kivédésére, a magzatvédő vitaminok, de igazából nem az történik, de minden terhesnél elvégzik a 16. héten a vérből az AFP vizsgálatot, és mindenkinél történik egy ultrahangvizsgálat. És ma az ilyen rendellenségek 85%-át a terhesség alatt felismerik. Majd mindjárt folytatom, ugye ott lenne viszont a magzatvédő vitamin, amely 90%-ban kivédi. És nem akarom dramatizálni, biztos az, ahogy az ember öregszik, egy kicsit talán patetikusabb is lesz, de nincs pocsékabb helyzet, én hetente kétszer még végzek tanácsadást hétfőn és szerdán, amikor nekem el kell mondani annak a 18-27-es várandósnak, hogy mondjuk a magzatjának nyitva van a gerince. Vagy hogy dankóros lesz, vagy hogy nincs veséje. Tessék elképzelni. Ő már beleélte abban, hogy neki lesz egy kisbabája. Már azt beszélték meg, hogy mi lesz a neve, hogy hol lesz a gyerekágy. És akkor én elmondom neki, hogy egy életet nagyon súlyosan befolyásoló, vagy lehetetlenné tevő rendensége van, és akkor neki két rossz között kell dönteni. Vagy megtartja azt a súlyosan beteg gyereket, ami emberileg nagyon szép, csak hát az tönkreteszi a család életét és a nő életét, vagy él a magyar törvények adta lehetőséggel, és a 20. hétig lehet, magunk között szólva a 24. hétig, súlyos rendenség esetén a terhességet megszakítani. Hát ugye az anenkefáli esetén 99%, a nyitott gerinc esetében 97% megszakítja. Csak ez nekem azért borzasztó, mert nem tudom, ha valaki fölismeri ezt a hegyet, akkor nagyon megdicsérem. Görögországban van, úgy hívják, hogy Taigetos. Ugye 3500 évvel ezelőtt Spártában, ha egy ilyen rendes gyerek született, akkor az idősek tanácsa megengedte a szülőknek, hogy fölvigyék a gyereket oda a hegyre. Nem igaz, hogy ledobták, csak ott kellett hagyni. Egy-két napon belül úgyis meghalt. Vagyis, hogy így pusztították el a sérült gyerekeket. Hát most hagyd legyek nagyon kritikus. Most annyit léptünk előre a modern Taigetosba, hogy nem hagyjuk megszületni őket, hanem a 20-24. Héten öljük meg őket. Nem ezért lettünk orvosok. Hogy most tulajdonképpen a teratanázia, ez az eutanáziának egy speciális formája, a sérült magzatok elpusztítása. És tudják, addig, amíg nincs más megoldás, addig azt mondom, hogy megértem. De amikor van más megoldás, akkor nagyon elkeserítő. 11 decemberében Genben egy ilyen nagy ünnepséget rendezett a WHO, magzatvédő vitamint, engem hívtak meg, én tartottam a bevezető előadást, hát nagyon büszke voltam. Csak utána bejött a WHO adminisztrátora, aki az Európai Uniós és Európai Országoktól bekért adatok alapján felolvasta, hogy a leendő várandósok hány százaléka szed folsav vagy folsav tartalmú multivitamint. Hollandok nyertek 73%-kal, angolok voltak a másodikak 56-tal. És akkor mondták az országok nevét, és mondták, és tudják ki az utolsó? Magyarország. Engem lesült a pofámról a bőr. Szóval, hogy miért vagyunk milyen hülyék? Miért vagyunk milyen felelőtlenek? Amikor ott lenne a lehetőség, hogy tényleg ezt a nagyon súlyos rendenséget emberhez méltóan megelőzzük, akkor inkább műveljük a modern Taigetost. Ugye elvileg három lehetőség lenne a kivédésre,
Szokás mondani, ugye a vitamin az, amit szervezetünk nem tud termelni, kívülről kell bevinni. Tudjuk azt, hogy ott van a folát, táplálkozz egészségesen. Csak az a baj, hogy a magyar asszony 0,16 mg folátot fogyaszt, és ahhoz, hogy a rendellenességet kivédjük, 0,66 kell. A különbség 0,50. Angolok kiszámolták, hogy ezt meg lehet enni, de minden nap 15 tányér spenót. Úgyhogy erre nem lehet rábeszélni az embereket. Akkor jön a következő, szedjék a magzatvédő vitamint. Igen ám, de Magyarországon a gyerekek 55%-a az összejön. Nekem úgy szokták mondani, doktor úr, baleset. Ez még úgy tetszik, hogy balesetből még gyerekek is születnek. De a lényeg az, hogy nagyon alacsony az egészségügyi kultúránk, pedig a gyerek életünk talán legnagyobb adománya, és mégis felelőtlenül, előkészületlenül vállalkozik rá 55%. De aki még megtervezi, az is csak 12%-a szedi. Szóval ilyenkor nyilvánvaló, hogy ezért nem a várandósok felelősek, mert azért az, hogy Hollandiában hány millió guldent költöttek a propagandára, ugye a média folyamatosan magyarázta. Nálunk néma csend. Aztán jön a harmadik, hogy mindig fölmerül a kérdés, hogy mi a jobb, egyedül folsav vagy a multivitamin. Hát ugye a folsav kivédi a 70%-át a nyitott gerincnek, a multivitamin 90%, és ma komolyan hisszük, hogy a multivitaminok más rendellenességet is kivédenek, tehát én inkább azt ajánlanám. És Amerikában, és én a Hillary Clintont ezért szeretem, mert akkor ő volt az elnök felesége, a First Lady, és nagyon beleszólt az egészségügybe, és képzeljék, Amerikába elérte, hogy 98. január 1-től kötelezővé tették a LISZ-be a folsav dusítását. Kötelező. Na ezt egy Amerikában hogy lehet megcsinálni, nem tudom, de hát Hillary Clinton ügyes asszony volt. Most azért képzeljék el, ez miért fontos? Mert ugye a szegényeknek pénzük sincs, meg nem is tudnak a magzatvédő vitaminról. De így, hát kenyeret, azt mind, vagy a LISZ-ből készült, tehát mindenki eszik. És így bizony 30, ja, és utána rögtön jött, aztán Kanada szeptemberben, aztán Chile, jelenleg a világ 72 országában már kötelezővé tették a lisztdúsítását folsavval. És 30-50%-kal csökkent a fejlődési rendelség aránya, és Amerikában és Kanadában 20%-kal csökkent a stroke, az agyér katasztrófa is. Tudik, a homocisztén lerakódik az érfalba, aktiválja az ártó koleszterint, és a agyi, tehát a szélütésben is szerepet játszik. Mi is megpróbáltuk, mert hát végül is én úgy gondoltam, hogy ha nevünkhöz kötik, akkor ne maradjunk le, és ezért 98. augusztus 20-án létrehoztunk egy kenyeret, amiben benne volt minden négy magzatvédő vitamin, és hát úgy hívtuk, hogy táltos kenyér, de cinikus akarok lenni, a magyar lakosság egészség állapota olyan pocsék, hogy azon már csak egy táltos segíthetne. Megígérte az egészségügyi kormányzat, hogy majd segíti reklámmal, nem segítette. Tehát belebuktunk. Akkor azóta már megpróbáltuk a lisztet is, hogy van ilyen liszt, Cevita néven, de megint csak az egészségügyi kormányzat megígérte, hogy társadalmi reklámokkal segíti, becsaptak, nem segíti. Tehát biztos önök nem is hallottak róla. Na most ugye hát, ha egyszer senki nem hall róla, akkor megette a fene az egészet. És akkor itt vagyunk tulajdonképpen a végén. Én nagyon szeretem ezt a kisembert, mert látják, ez így csinál. Ez meg akar születni. Meg akar születni egészségesen. És hogy azért más országokban mennyire más a gondolkodás. Képzeljék el, Amerikában egy eset kapcsán a legfelsőbb bíróság hozott egy olyan döntést, hogyha egy asszony, aki kisbabát akar, elmegy az orvosához, vagy a védőnőjéhez, és kéri, hogy segítsen, és az nem ajánlja a magzatvédő vitamint, és rendes gyereket szül, akkor annak az orvosnak és annak a védőnőnek évi 20 000 dollár kártérítést kell fizetni. Tehát azért mondanám azt, hogy más országokban ez már orvosi műhibának számít. Nálunk meg senki se törődik vele. Úgyhogy szoktak megkérdezni, hogy én mennyire vagyok boldog ember, nem vagyok az. Mert azért igazából, ha az ember tudja, hogy lenne megoldás, és nem tudja elérni, hogy ezt a megoldást, ezt igazából sikeresen alkalmazzák, hát akkor az ember igazából nem lehet boldog. Úgyhogy köszönöm szépen.